Sokan nem voltak ám kint, tehát Barrichello így lehet most jelen pillanatban ötödik. Aki egy kiálláson volt, mondom, az legalább a 35. körig el kell, hogy menjen, annak még van 9-10 köre legalább. Lehet, hogy több is, amit a tankok... Atya, te jó Isten! Kubica! Atya világ, mekkorát bukik Robert Kubica! Húha! Mozog Kubica. Hát most nincs túl jól. Ezt nem tudom, hogy a fejét eltaláltam, mert elvileg ugye a fej nem sérülhet, úgy vannak megépítve ezek a Forma 1-es autók, ha fejre áll, akkor is pont a fejét nem találhatja el semmi, ha csak nem a korlátnál. Hát pedig na Kubica... most kivel akadt össze? Te jó ég! Itt olyan egymás kerekére ráfutásos... Atyavilág! Baleset simán történhet, ez az a féktáv, ahol az egyik előzési pont a pályán. Mario Tyson, mereven ül mindenki a BMW-nél, ezt nem csodálom. Csak az lenne a lényeg, hogy lássuk, hogy Kubica jól van. A pillanatra megmozdította a kezét, igen, de az nem tudom mennyire volt reflexzerű, vagy mennyire volt... Pillanatra elvesztette az eszméletét, az is lehet. Óriási, óriási esés volt, megint csak a végét láttuk. Hát pedig nagyon nehezen szedik ki Kubicát. Hát ilyenkor azért nagyon figyelnek arra, eleve megvárják. Az orvosi beavatkozó csapatot. Nézzük. Így, úgy bizony. De honnan érkezett oda Kubica, te jó Isten? Összeakadt Trullival. Trulli mellett volt a belső íven. De rosszul mozgott Kubica feje, azt néztem, hogy... Igen, ott elkapta. Jaj Istenem. És ott a falat is eltalálta, még ott volt egy kis kiálló fal darab, ahol kint állt az egyik Toro Rosso. Ajjaj. Hú. Ajjajjaj. Kint állt ott a falnál az egyik Toro Rosso, talán azt is eltalálta, nem tudom, ami ott félre volt tolva. Az volt a baj, hogy megint elemelkedett a kerék, hogy kiment a fűre. Hát nem, nem. Alákapott, elemelkedett ugye az autó orra, és onnantól már nem... 16-os autó, box utcát, nem, stop and go ráadásul, Nico Rosberg. Na, az pedig azt jelenti, és akkor ezt ugyanezt megkapja Alonso is. Tehát nem jókor jöttek be Alonsoék a safety car alatt a boxba, amit próbáltunk itt találgatni, és ezért mind a ketten stop and go büntetést kaptak, ami rosszabb, mint a box utca áthajtásos, mert meg kell állniuk a boxba 10 másodperces, és utána jöhetnek ki, tehát nem jöhettek volna ki Alonso és Nico Rosberg. Hát most megmondom neked, ez most annyira nem érdekel. Igen, vagy... de most azt akartam, hogy ez most annyira nem lényeges, azt lenne nagyon jó tudni, nagyon... hogy jó, Robert Kubicával mi van, sajnos... Az a fal volt nagyon brutális, hogy szembe az a kiálló fa, és hogyha igen, és hogyha azt ott oda már fej, oda már úgy érkezett meg a BMW, hogy már oldalán volt, akkor sajnos akkor nincs mi védje Robert Kubicát, mert amúgy az autó úgy van megépítve, hogyha fejre áll, akkor a pilóta feje nem ér le az aszfalthoz, mert pont olyan szögben áll ki az a felső bukó keret tulajdonképpen, hogy nem érhet hozzá az aszfalthoz. De hogyha oldal, ott eltalálta a fejével Kubica a falat, akkor nagy baj van. Azonnal Greg Moore balesete jutott eszembe. Igen, ovál pályás volt, de... Hát, nagyon-nagyon nagy baj van, hogyha Kubica fejét eltaláltott valami, azt nem is gondolok én ilyenre, mert ez... Amikor visszapörgött a pályára, akkor még csak... Hol a safety, illetve... Ez, most nem tudom, hogy ez a baleset helyszínére megy-e az a Honda, ami ott a mezőny, mert ugye ez nem a safety car volt, igen, most jelen esetben, ami a mezőnyt fölvezette. Vagy a safety car valamiért megállt a balesetnél, mert ott több hasznát tudták venni, nem tudom, minden esetre egyelőre... Nem a safety car vezeti fel a mezőnyt. A safety car szerintem itt áll valahol. Sajnos Kubicát még mindig. Szedik ki az autóból. Ez egy nagyon-nagyon rossz szögben történő fallal ütközés volt. Eleve egyik leggyorsabb szakasza a pályának, és Trulli mellé került a belsőbe, nem is tudom, Trulli látta-e, vagy... Concentrate on your race, mate. Concentrate on your race. Keep the tire pressures up. Keep tire pressures up. Hát azért igen, szóval amit most mondtak Kovalainak, az nem egyszerű ám. Próbáltak mondani, hogy koncentráljon a versenyre, figyeljen oda, foglalkozzon az, hogy a guminyomás megle... Úristen, hát ez borzalmas. Tehát, hogy a guminyomást megfelelő szinten tartsa, de hát ki az, aki ilyenkor még pilóta lévén is nem azt néz, hogy mi van Robert Kubicával, hát ez borzasztó. Alászorult valami az első kerék alá. Liuzzinak speed volt? Mindegy. Liuzzi volt, mindegy. Trulli? Hát nem tudom.
Nem láttam még mentőautót egyébként ott, tehát sokan ott van a Kubica körül, mentőautó még nem volt ott. De nem véletlenül nem lassítják még egyszer, mert ugye nagyon nagy volt az ütközés ilyenkor, egyébként bevett szokás, ezt nem nagyon mutogatják sokszor, de... Igen, de nagy volt az első, sok ilyen balesetet látunk, én nem is ijedtem meg az elsőre, mert nyilván nem látványos láttam volt. Amíg nem láttam lassítást, hogy az első ütközés a fallal milyen szögbe történt. Mert elvileg egy ilyen ütközést a mai Form 1-es autók már kibírnak, de valahogy úgy tűnik, mint a Kubica mégis valahol valamilyen ütést kaphatott, mert ez nem stimmel. Jarno, push now, we will stop you again. Box again, we put you on prime. Visszacserélik a gumika a trullinál. Visszahívják a boxba járnó trulli. Nem tudom, Kubica, most a Kubica dolog, igazából megmondom neked, csak az egy dolog érdekel, hogy most mi az ábra. Ezt nem mutatják sajnos, nem tudom miért nem mutatják, hát... Anno Mihály Schumacher sem nagyon mutogatták Silverstone-ben, emlékszel? Tudom. Jó, volt már sok nagy baleset azért, és... Itt ugye a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy miután betonfal van a pálya szélén a legtöbb helyen itt a kanadai pályán, és ha rösszögben találkozik, akkor olyan nagy mértékű a lassulás, hogy hiába ez a túlélő cella, hiába bír el borzasztó nagy erőket, hiába áll ellen és hiába emészt föl nagyon sok ütközési energiát, hogyha rösszögben és túl nagy lassulással éri a pilótát, akkor egyszerűen óhatatlanul is sérülés következik be. Aztán, hogy ez milyen mértékű, sokszor leginkább a szerencsének köszönhető, hogy a szerencse dönti el. Remélem, hogy Kubicának szerencséje volt. Hát én nem, egyszerűen nem tudom, most tényleg jön Barrichello, csak annyit mutassanak legalább valamit, hogy lássunk és megnyugodjunk, mert ez így most megint visszajárnó, Trulli a boxba óriási munka van, csak ez most tényleg nem... Nagyon-nagyon... Régen láttam, régen volt ekkor baleset a Forma 1-ben. Hát én nem is merem mondani, tehát ki sem merném mondani. Nem is akarok erről beszélni, csak azért annál szörnyű volt ez a látvány. Mondom, ha nem mutatják a lassítást, akkor teljesen nyugodt vagyok, hogy kiszedik Kubicát, legfeljebb egy ájulás, meg néhány zúzódás, de ez nagyon csúnya volt ez a baleset. Ha Istenem, a safety car megy körbe-körbe, csak látnánk, hogy mi van ott, na mindegy, szóval ki kell mondjam. Tehát Ayrton Senna hasonlóképpen talált el a falat annak idén 1994-ben. És nem volt kicsi a tempó. Hát annyit tegyünk hozzá, hogy azóta azért még fejlettebbek az autók, és jó néhány évvel ezelőtt kötelezővé tették ezt a pontosan emiatt a Ratzenberger balesetet követően a Hansnak nevezett nyakmerevítő nyakvédőt, gyakorlatilag az ostor csapás sérülés ellen véd. Pontosan az ilyen eseteknél, amikor a fej tehetetlensége olyan nagy, hogy a nyakizmok nem tudják megtartani. Na. És ezért van rajtuk ez a gallér, hát sisak alatt, amit látni a versenyzőkön most már jó néhány éve. Ott van valami ott? Ezt nem is fogják mutatni. Abban biztos lehet, hogy ezt nem fogják megmutatni. Kubicát már kiszedték. Nincs már kiszedték Kubicát. De nem láttam mentőautót, nem láttunk semmit, tehát minden esetre nincs bent Kubica. Talán jó jel, csak... Hát ugye eleve úgy van megcsinálva az ülés is, az is most már jó néhány éve szabály, hogy az üléssel együtt ki lehet emelni ilyenkor a pilótát, pontosan azért, hogyha gerinc vagy csigolya sérülés lenne, akkor ne kelljen, hogy ne okozzanak még további sérüléseket a pilóta kiemelésével. Tehát ilyenkor az üléssel együtt kiemelik, mint egy héjat. Bár mondjuk oldalt volt az autó, tehát azt is nehéz volt megcsinálni. És nem láttam, hogy talpra állították volna. Nem. Hanem így oldalt. Ez nem rossz jel, mert akkor viszont lehet, hogy már valahogy közre tudott működni a dologban, és ki tudott mászni. Hát nem tudom, az a baj, hogy ez a kézmozdulat, én ezt először jónak láttam, tehát amikor megállt egy pillanatra, megmozdította a kezét. És Webbernek szóltak, hogy a mögötte levő több üzemanyaggal mennek, tehát neki most nyomnia kellene a következő kiállásig. Hát nem tudom, ez a Kubica dolog, szóval itt sok minden közre játszhat. De olyan nagy volt ez az ütközés, hogy hiába nyakmerevítő, hiába nagyon-nagyon sok biztonsági fejlesztés valóban a 94-es Ratzenberger és Senna halálesetek óta. Gyakorlatilag mégiscsak autósportról van szó. Nem lehet 100%-osan biztonságosra tenni, és ezek azok a szerencsétlen kimenetelű balesetek, amikor egyszerűen nem tudsz mit csinálni.
tipikusan az a szituáció volt, amikor Kubica már csak utas volt. Abszolút. Onnantól kezdve, hogy kiszorult oda a fűre Trulli mellől, és alákapott az autónak a menetszer, ugye, hogy picit ott megdobta a fű, onnantól kezdve nem is tudott mit csinálni.